Sziasztok, én Pityugeri vagyok, és most tudom, hogy a mai napon arra számítottatok, hogy spor videó lesz, legalábbis néhányan, nagyon kevesen gondolom vártátok, de sajnos azt kell mondjam, hogy nem lesz, ugyanis nem volt időm egyrészt felvenni, másrészt igényt sem nagyon látok rá, mert pedig, hogyha nem jelentkezik rá igény, nekem most éppenséggel lenne bőven helyette mást vagdosgatnom össze-vissza videókat készítenem, úgyhogy úgy néz ki, hogy egyelőre a sportsorozat szünetelni fog néhány hétig, esetleg hónapig, legalább addig, amíg nem fogjátok jelezni, hogy szükség van a sorozat második évadára. És most a sorozatot le is zárom a 17. résszel, mert az űrfázisban ma eljutottam ugyan, de annyira bonyolult küldetések vannak, és olyan számomra megterhelő feladatok vannak, amikre én azt mondtam, hogy rendben, így nehéz tartani a heti két részt, de hogyha szeretnétek, akkor majd indul egy második évad valamikor, amiben már egy ilyen kicsit katonaibb összeállítottság, ilyen agresszívabb lényt hoznék össze a törzsével, az országával, meg mindenével együtt. Úgyhogy ha egy ilyesmi érdekel titeket, akkor mindenképpen nyomjatok erre a videóra egy lájkot, illetve lesz a jobb felső sarokban az i betűre kattintva egy szavazás, amiben lehet írni, hogy az első évadot folytassam, vagy kezdjek egy második évadot, amiben sokkal pörgősebben fogok haladni, mint az elsőben, vagy egyáltalán ne is foglalkozunk ezzel a témával, mert úgysem érdekel senkit. De nem fogtok videók nélkül maradni, ugyanis a Farmer Masozat az megy, amint megvan a 300 megtekintés meg a 20 like, akkor mindig jön rögtön a következő videó, erre nagyon odafigyelek minden nap, hogyha van valami, akkor dobom is ki a következőt. Természetesen minél több időt telik el két videó között, annál hosszabb tartalmat készítek, hogy mégiscsak valahogy kiegyenlítsem a dolgokat, mert én időközben állandóan veszem fel az eventeket, mit tudom én, ma a parti pörgetéseket fogok felvenni, vagy 40-et elpörgetek, de nem fogom kitenni, mert várakozok, hogy érdekel-e titeket. Aztán nem csak farm lesz, vagyis hát van, mert Sims is van, azzal folyamatosan megyek vasárnaponként, azt mindig láthatjátok, ez tuti, ez annyira biztos, mint ahogy én most ülök az ágyamon, illetve szeretnék jobban belemélyedni ebbe a vlogos témába, de most van egy kis probléma, mert a monopodommal történt egy kis ez meg az, de ez most lényegtelen. A lényeg az, hogy valószínűleg ma vagy holnap fog még érkezni egy vlog a múlt hét pénteki miskolci buszok éjszakájáról, ugyanis részt vettem rajta, sőt fel is léptünk a suli kórusával, úgyhogy egy eléggé érdekes kis összeállítást készítettem is belőle, és egyéb mindenféle vlogot szeretnék nektek készíteni arról, hogy én hogy élem az életemet, mik a gondolataim, stb. Tudjátok, amire a vlog való. Illetve szeretnék elkezdeni főzni, de nem akárhogy, és erről nem szeretnék most többet elmondani, mert a újonnan kezdődő sorozatomnak az első részéből úgyis mindent meg fogtok tudni, és szerintem nagyon fog nektek tetszeni. Legalábbis a magyar YouTube-on egy innovatív megoldás lesz. Külföldről találtam néhány jó receptet, és azokat magyarul fogom majd nektek bemutatni. Illetve gameplayek is lesznek még a Farmer és a Sims-en kívül, ugyanis Creative Earth-ezni szeretnék majd, amit fogalmam nincs, mikor fogok elindítani, de abban nem egyedül leszek, hanem valószínűleg Andival meg Danival fogunk játszorozni valamikortól csütörtökönként. Ne kérdezzétek mikortól. Én február 25-től szerettem volna, de nem jött össze, mert a technika ördöge közbeszólt, és onnantól kezdve már húzom, halasztom ezt az egészet. Sőt, mivel a Super Hot játék kijött, szeretnék abból is egy ilyen minisorozatot majd csinálni nektek, ami néhány héten keresztül, minden héten egy részben láthatjátok, hogy én milyen kis ügyes vagyok a laptopommal. Ugyebár én tapipaddal játszok minden játékot, azért érdekesek a Minecraft videóim is, meg a Creative Earth is azért lesz érdekes. A Super Hot meg aztán pláne, mert ott aztán tényleg nagyon oda kell figyelni, és ott így tapipaddal nagyon nehéz. Úgyhogy kíváncsian várom, hogy nektek ez mennyire fog tetszeni, és remélem, hogy ti is várjátok, hogy majd jöjjek ezekkel a tartalmakkal. Köszönöm szépen a figyelmet, Pityugeri off, sziasztok!